A biztonságos növekedés költségvetése, ezt mondta Gulyás Gergely a kormány által benyújtott büdzsétervezetről. Az oktatás nettóban, reálértéken, forráskivonással kényszerül majd szembesülni. Csap Magdolnával a többi számról is beszélgetünk. Újabb gazdasági válság közeleg, figyelmeztetnek a közgazdászok. Mikor üthet be a krach, és hogyan hat majd a hazai viszonyokra? Csat Magdolna egyetemi tanára vendégünk. Értelmiségi holdudvar kiépítését ígérte több ellenzéki párt is, de kevés tudós ember vállalta végül a nyilvánosságot. A kormányzat új finanszírozási tervei közben a tudományos élet függetlenségét veszélyeztetik. Brenner Koloman docens, jobbikos képviselőt kérdezzük. Elegük lett az embereknek a politikából, de nem a Fidesz szavazóknak. Az elmúlt egy hónapban 500 000 támogatót vesztettek az ellenzéki pártok. Az okokról Závetz Tiborral beszélgetünk. A kerítések vonalában épülhet meg a római parti védmű. A sok milliárdos beruházás kisajátításokkal, valamint kritikusai szerint indokolatlan környezetrombolással jár. Lányi András érkezik a stúdióba. Fölényes orosz győzelemmel kezdődött a futballvilágbajnokság. Az esélyeket Urbán Flóriánnal latolgatjuk. Hiába a kihasználatlanság, tovább önti a kormány a pénzt a felcsúti kisvasútba. Meghosszabbítják az amúgy is veszteséges vonalat. Bodac Balázs erről is beszélget Galló Bélával és Pulai Andrással. Gulyás Gergely azt mondta, hogy a biztonságos növekedés költségvetése lesz a 2019-es. A sarokszámok ismertek, az ördög persze, ahogy szokott, a részletekben rejlik, annyit minden esetre tudunk, hogy az oktatásnak kevesebben nő az állami finanszírozása, illetve támogatása, mint amekkora az infláció reál értéken, tehát forráskivonás történik, a pénzzel egyébként sem túl jól elresztett oktatásból. A többi számról pedig beszélgetek Csat Magdolna, egyetemi tanár közgazdászal, akit köszöntök a stúdióban. Jó estét. Szóval 4,1%-os gazdasági növekedés, ezzel számol a kormány, ezt elemzők optimistának ítélik, ugyanakkor az elmúlt években a kormány rendre be tudta mutatni a végelszámoláskor a korábban optimistának ígért számokat, sőt, akár azt még sikerült is meghaladnia a magyar gazdasági teljesítménynek, vagy magyar országi gazdasági teljesítménynek, a kettő nem ugyanaz. Van esély rá, azért van esély, mert a 19-es évről beszélünk, és a 19-es évben még futni fognak azok a beruházások, amelyek elindultak, azok a pályázatok, amelyek korábban kiírásra kerültek, és a cégek megnyerték őket, és azokért valamiféle beruházásokat meg kell, hogy valósítsanak. Tovább fog folytatódni a béremelés, azt is tudjuk, hogy ha a bérek nőnek, akkor általában az emberek nem megtakarítanak Magyarországon, hanem inkább fogyasztanak, látjuk a tendenciákat. Rögtön tehát kinőttünk a válság sokjából? Ebből a szempontból? Mert azért megfigyelhető volt, hogy amikor először volt egy pici reálbéremelkedés, akkor kezdtük kijönni, akkor az emberek inkább nem fogyasztottak, hanem egyrészt a hiteleiket megpróbálták valahogy kinullázni, meg egy kis biztonsági övet húzni magukra. Igen, én az nem vagyok pszichológus, de azt szoktam tapasztalni, hogy egy idő után az emberek elfelejtik a rossz időket, rossz napokat, és elkezdenek valóban költekezni, és ez nyilvánvalóan növeli az áfa bevételeket, és tehát összességében a számok, azt mondom, hogy össze is jöhetnek. Ami inkább a kérdés az, hogy mennyire készíti fel ez a költségvetés a társadalmat és a gazdaságot a jövőre. És ugye itt én azt szoktam mindig mondani, hogy ez a bizonyos negyedik ipari forradalom, ami itt van, tehát ha tudjuk, ha nem tudjuk, ha nem látjuk, itt van. Ez magyarul azt jelenti, hogy óriási technológiai forradalom zajlik a világban. Erre nekünk valahogy választ kell adni. Na most úgy néz ki a dolog, hogy a válaszadásnak az egyik módja az, hogy passzívak vagyunk, tehát megyünk utána, és átveszünk dolgokat maximum. A másik az az, hogy eléje megyünk. Na de ahhoz, hogy eléje menjünk, ahhoz beruházni kellene másba is. Nem csak a gépekbe, utakba, ezek nagyon fontosak, ezek a úgynevezett infrastrukturális beruházások. Na de ugye van egy olyan elemzés, hogy egy forintnyi, vagy egy dollárnyi, mondjuk amerikai az elemzés, infrastrukturális beruházás akkor hasznosul jól, ha legalább 5 dollárnyi tudásberuházás társul hozzá. Na most ezért nagyon lényeges az, hogy a tudásban mennyit fektetünk be, és én azt gondolom, hogy nem is az a lényeg, hogy ténylegesen a GDP arányában mennyit, mert a GDP változik, és lehet, hogy az 1% jövőre nagyobb, mint mondjuk tavaly volt a 2%.
ugye a nő az értéke a GDP-nek, hanem az, hogy az adott területeken mennyi pénzt tudunk felhasználni arra, hogy a lakosságot, a kisvállalkozásokat is felkészítsük erre a forradalomra. Ne elszenvedői, hanem részesei legyenek. És ugye ez, ami nem feltétlenül egy éves költségvetés csak a témája, de mindenképpen fontos jövőben. Jövőre vonatkozó kérdés. Na most, hogyha a tudásról beszélünk, akkor első körben az oktatást szoktuk említeni, a dolog az persze nem ennyire egyszerű, és nem lehet csak az oktatásra, főleg nem lehet csak a közoktatásra, meg végképp nem lehet egymagában leszűkíteni a tudás anyag, a tudás értéknek a növekedését egy gazdaságban. De amikor azt látjuk, hogy 15 milliárd forinttal fog nőni az idei évhez, 2018-hoz képest jövőre, a közoktatásra fordítható költségvetési összegeknek a nagysága 15 milliárddal nő, ez kevesebb növekedésnek az aránya, kevesebb, mint amikor az infláció lesz, ami azt jelenti, hogy reálértéken forráskivonás történik jövőre az oktatásban. Az a baj, hogy Magyarországon valami érdekes dolog folytán, amikor jön a bizonytalanság, legyen az 2007-2008-as válság, vagy ugye most is ugye tudjuk, hogy már különböző válságjelek azért megjelentek a világgazdaságban, akkor ugye, ha megtakarítani, tartalékolni akar egy kormány, akkor általában ott tartalékol, ahol könnyen lehet, mert nem annyira érdekli az egész társadalmat. És ugye ez általában szokott... Márhogy ezt nem lehet, abban nem lesz éhséglázadás, hogyha tehát ez amire az oktatás egészségügy kultúra ez szokott lenni, de én azt gondolom, hogy nem lehet csak a közoktatást itt kiemelni. Tehát én amikor azt mondtam, hogy fel kell készíteni a társadalmat és a kisvállalkozásokat az újipari forradalomnak a követelményeire, akkor itt gondolok a felnőtt képzésre, gondolok a menedzsment kérdésre. Tehát egy agyfelfrissítésre van szükség, mert különben egy csomó ember nem tud majd mit kezdeni magával. Az összeszerelő üzemekből ki fognak esni a munkavállalók, mert robotizáció fog nagyon gyorsan bekövetkezni. Ezeknek az embereknek új munka kell. Lesznek új munkahelyek, de fel kell őket készíteni, meg kell rá tanítani. Tehát én azt gondolom, hogy én az oktatást egy külön stratégiának tekinteném, akár nem bánnám, hanem egy minisztere lenne, és ez az egész szakmai terület, az óvodától a PhD-ig és a vállalati továbbképzésig arra készítene egy stratégiát, hogy hogyan tudunk mi sikeresen kijönni ebből a nagy forradalmi változásból. Az állami propagandának van külön minisztere, 50%-kal több pénz jut majd kormányzati propagandára jövőre, összevetve ezt azzal, hogy az oktatásnak nincs külön minisztérium, és ott reálértékben csökkenni fog a támogatás, ez egy külön beszélgetést megérne. Viszont, hogyha már a robotizáció szóba került, itt vannak a nagy zömmel német tulajdonú gyárak, ezek összeszerelő üzemek, a teljes termékláncnak azt a részét telepíti ide Németország, illetve a német vállalatok, amelyek leginkább a költség oldalon jelennek meg. Az innováció nem itt történik, és az eladás sem, amik a legnagyobb profitot hozzák, nem Magyarországon történik. De az, hogy most már nyíltá vált a kereskedelmi háború az Amerikai Egyesült Államokkal, vámokat vetnek ki egymásra a felek. Ez a német ipart, nyilván elsősorban a német autóipart, az rendkívül hátrányosan érinti, a gyárai pedig itt vannak Magyarországon. Ebből nekünk mi fog majd jutni? Ez a legnagyobb bizonytalanság egyébként, hogy valóban a vámokat, ha kiveti az Egyesült Államok a német autókra, hogy akkor az mivel fog együtt járni. Költséget akarnak majd csökkenteni a németek. Nyilvánvalóan, de kereshetnek mondjuk más piacokat is, ugye, mert ázsiai, ugye akkor Ázsia meg fejlődik, és ott óriási gazdasági növekedés van, bár most belassított éppen Kína is, az utóbbi hírek azok. Tehát ebből az következik, a következő kérdés az úgy néz ki, hogy igen, nekünk innovációra is sokat kellene költeni, és innováció többnyire a Magyarországon a teljes értékláncot egyben megvalósított, az értéklánc, ugye azt értjük, hogy a kutatás fejlesztéstől az eladásig, ahogy éppen az előbb kiválóan elmondta, igen. Tehát ez az egész folyamat Magyarországon van. Na most ugye én azt gondolom, én nagy várakozással tekintek, őszintén mondom az új minisztérium elé, hogy mit fog majd tenni, tehát az Innovációs Technológiai Minisztérium, ez lenne a feladat, hogy az ilyenfajta tevékenységeknek az arányát Magyarországon növelni. Na most tipikusan ugye két dolgot lehet csinálni. Egyrészt rá lehet beszélni ezeket a német cégeket elvileg arra, hogy hozzák ide a fejlesztést, hozzák ide a tervezést, de vállalati szempontból ez nem biztos, hogy logikus, mert ezek azért érzékeny dolgok, és szeretik otthon tartani a cégek a kutatás fejlesztését. Hogyha velük együttműködő egyetemek például ott vannak, hogy most csak egy tényezőt mondjak, miért jönne ide?
Hát Magyarországon is együttműködő egyetemek vannak, főleg a műszaki egyetemek, azért tudjuk, hogy együttműködnek a nagygyárakkal. Van ez akkor a bázis egy német nagyvállalat számára, hogy megérni Németországban 100 éve ott működő kutatóközpontját idehozni Magyarországon? Nem csak ez a lényeg. A lényeg az, hogy ez egy biztonsági kérdés, ez egy bizalmi kérdés. A teljes kutatásfejlesztés nem fogja soha kitelepíteni egy nagyvállalat egy kevésbé fejlett országba. Tehát én azt gondolom, hogy több tevékenységet be lehet hozni, de az egészet biztos nem, de máshol van lehetőség. Ott van lehetőség, hogy egyrészt nem az úgynevezett tipikus feldolgozóipari ágazatoknál, hanem mondjuk az elektronikában, informatikában, tehát pont azokban az ágazatokban, ahol láthatóan új munkahelyek fognak létrejönni, ott kell rásegíteni erre a teljes értéklánc létrehozásra, de egyébként nem lehetetlen, mert ezeken a területeken most is sokkal több a kutatásfejlesztés Magyarországon, mint mondjuk a gépjárműgyártásban a másik, vagy a harmadik. A hazai kisvállalati szektor most ezt kell elővenni, mert a magyar kisvállalati szektorban óriási lehetőség van, energia van benne, föl kell szabadítani. Ahhoz meg azt kell, hogy a környezetét legalább annyira barátságosá kéne tenni, mint amilyen barátságos a nagyvállalatoknak, főleg a külföldi nagyvállalatoknak a környezete. És itt a lényeg egyébként akkor, amikor imponáló GDP növekedési számokat prognosztizál a kormány, és tud bemutatni 18-17-re visszamenőleg is, akkor 18-ra még nem, ezt nem zártuk, de hát azért látjuk a negyedéves adatokat, hogy nagy panaszra konkrétan nincsenek. Ok. Viszont ezek a nagyvállalatok a magyarországi GDP-nek mekkora hányadát termelik meg? Hogyha őket kivonnánk a rendszerből, akkor nélkülük mit mutat Magyarország? Nagyon-nagyon közelítően fele-fele. Tehát körülbelül a fele a nagyvállalati szektor, amelyik sokkal kevesebb munkavállalót alkalmaz, illetve a másik fel a kisvállalati szektor. Tehát ilyen 50... A növekedésnek vagy a teljes GDP-nek? Az adott évi GDP-nek, ez körülbelül éppen most számoltuk ki visszamenőleg így 10 évre is nagyjából így alakult, kicsi kis hullámzás van benne. Na most ez azt jelenti, hogy a nagy multi teljesítmény növekedés az a magyarországi GDP-nek nagyjából a felére van közvetlen hatása. Igen, de ugye azt szokták akkor mondani, hogy jó, itt azt látjuk, hogy érdekes, kétharmadát a munkavállalóknak a kicsik foglalkoztatják, tehát valószínűleg nem elég termelékenyek. Na most ez nem ilyen egyszerű természetesen, de a dolognak az a lényege, hogy a kisvállalat viszont Magyarországon csinál mindent, a fejlesztéstől, ha egyáltalán van fejlesztése, az értékesítésig. Tehát ami megtermelődik új érték, azt ő nagy valószínűséggel itt fekteti be. És tudjuk, hogy egy külföldi cég érthető módon arra törekszik, hogy minden nagyobb profitot hozzon létre, hát azért jött ide, hogy nagy profitot termeljen, és nem jótékonysági intézményként viselkedik Magyarországon, tehát ha a stratégiája azt kívánja meg, akkor ő elviszi a profitnak egy részét, és nem itt fekteti be újra. Vagy itt annak függvényében, hogy a stratégiája mit követel. Tehát ilyen módon minden nyilván biztos... több állami támogatásban részesítjük őket, mint az ezerszerre látkozott elmúlt 8 évben, 2005 hát, és 2010 között. Igen, a nagy támogatás az egy érdekes kérdés, mert ugye mindig azzal függ össze, hogy több munkahelyet teremtenek látványosan. Ugye létrejön egy nagy összeszerelő sor, akkor amitől fölvesznek 200-300 embert, egy kisvállalat maximum egyet-kettőt vesz fel darabonként. Tehát ez az egyik dolog, amivel ezt el lehet jól magyarázni, hogy miért kell oda támogatást adni, de én inkább azt mondanám, hogy jó, adunk támogatást, de akkor föl lehet azt a kérdést vetni, hogy hát akkor részesüljön a magyar állam a profitból, nem? Hát hogyha én egy jelentős összeget adok arra, hogy egy cég az beruházzon, fejlesszen, munkahelyet teremtsen, akkor ő azzal profitot is növel, és rendben van, tekintsük ezt üzleti partneri kapcsolatnak, akkor mondjuk valamiféle részesedésünk legyen belőle. Van olyan ország, ahol ezt így csinálják. Na most számítunk a társasági adóbevételre, de hát azt nagyon könnyen el lehet érni, hogy néhány 10 000 forintnyi legyen a nyereség után fizetett társasági adója. Hát a társasági adó az most már annyira alacsony Magyarország, hogy azt még érdemes is befizetni. Elsők vagyunk egyébként a versenyképességi listákon a tekintetben, hogy mekkora a társasági adó, mert az is egy versenyképességi tényező. Persze. Igaz a cégek szempontjából, hogy a keveset kell fizetni, az őket versenyképesebbé teszi. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, oda szeretnék visszakerülni, hogy az oktatáson kívül a kutatásfejlesztés az, amit még nagyon meg kell támogatni, K+E-be többet kell, innovációba többet kell beforgatni, mert különben 2-3-4 év múlva leszünk bajban, amikor azt veszük észre, hogy nem tudtuk felvenni a tempót, és ebben az óriási változás tömegben, ami zajlik körülöttünk, maximum megint csak beszállítók tudunk maradni. Nagyon röviden, tényleg néhány mondatban, hogyha lehetséges. Válságról beszél a pénzügyi kormányzat, a miniszterelnök maga válságról beszél, a jegybank elnök is.
olyan válságról, amely már itt van, pénzügyi természetű. Mit fogunk ebből érezni? Hát én azt gondolom, hogy először is nem ilyen egyértelmű a dolog, tehát sokféle probléma van a világban, inkább azt mondanám is, hogy nincs rá idő. De az Európai Központi Bank az eszközvásárlási programját beszünteti. Ez többnyire azt fogja jelenteni, hogy előbb-utóbb fel kell emelni nyilván van az alapkamatot. A 0,9-ről most. Így van, ami azt jelenti, hogy nyilván drágább lesz a beruházás, ennek lesznek további kihatásai is, de én egyelőre nem gondolom, hogy óriási nagy válság lenne, mert mozog a világ körülöttünk, Olaszország, Görögország, mindenhol óriási problémák vannak, ami nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy mi lesz Észak-Koreában. Mert Észak-Korea egy óriási üzleti lehetőség is lesz, lenne, csak az a nagyon valószínű dolog, hogy erős Európa le fog maradni. Tehát a válság itt nálunk azért is probléma lehet, mert az Európai Unió maga van válságban gazdaságilag, fejlesztéspolitika szempontjából, mi meg benne vagyunk az Európai Unióban, és ezzel nem foglalkozik senki, hogy a gazdaságát hogyan lehetne versenyképesebbé tenni az Európai Uniónak. Csarnagdónak köszönöm szépen. Én is köszönöm. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!